Jobb munkakörülmények, átadták a Richter új multifunkciós irodaházát Debrecenben. Visszagondoskodás. Szakmai konferenciát rendeztek ma a nagy erdő történetéről és fenntarthatóságáról. Hátrányból fordítottak, elvesztette hazai veretlenségét a Deac jégkorong csapata, miután kikapott a Brassótól. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle. Szeptember 30-a szerda van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Elkészült a Richter biotechnológiai üzemének új közösségi és irodai épülete. Az átadási ünnepségen a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a gyógyszeripar a magyar gazdaság egyik kitörési ágazata. Papp László polgármester pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Debrecen a járvány okozta gazdasági válságban is vonzó a befektetők számára, és ezzel új munkahelyek jönnek létre a városban. Az építkezés elkezdése és az átadás között 2 év telt el. 2 milliárd forintból készült el a Richter debreceni telephelyén a minden igényt kielégítő és környezetbarát közösségi és irodaépület. A fejlesztés legfontosabb célja, hogy a magasan képzett munkaerő számára vonzóvá tegyék a vállalatot. A cégünknek a fő célkitűzés az, hogy tehetséges fiatal embereket Magyarországon meg tudjon tartani, és ahhoz megfelelő munkakörülményeket tudjon adni. Úgy gondolom, ez az épület is, amiben vagyunk, ez pont azt mutatja, hogy igenis megfelelő munkakörülményeket tudunk és fogunk biztosítani. A város egyik legszebb és leginnovatívabb irodaházát építette meg a Richter, erről már Papp László beszélt. A polgármester szerint fontos, hogy az itt megtelepülő cégek további fejlesztéseiket is Debrecenben hajtsák végre. Ez a bizalom az új befektetők számára is fontos üzenet. Debrecenben elmondhatjuk, hogy a koronavírus járvány ellenére sem állt le a város gazdaságának növekedése. Sorra jönnek létre az új termelőegységek, új munkahelyek, amelyek biztosítják a régió munkavállalóit, hogy ebben a városban mindig találnak minőségi, megfelelő jövedelmet garantáló munkalehetőségeket. A gyógyszeriparnak évszázados hagyománya van Magyarországon, és napjaink gazdaságában is meghatározó jelentőségű, mondta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter hozzátette, tavaly az ágazat 910 milliárd forintos rekordtermelési értéket ért el. A gyógyszeriparra egy kitörési ágazatként tekintünk, egy olyan iparágra, amelybe érkezett támogatások minden esetben megtérülnek, és ezután is a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar gyógyszergyártás a világ élvonalában tudjon maradni, és világszinten is versenyképes tudjon lenni. A Richter biotechnológiai üzeme 2012-ben kezdte meg működését Debrecenben. A folyamatos fejlesztések eredményeként ma már 350 dolgozót alkalmaznak a civis városban. 2 újabb debreceni cég valósíthatja meg fejlesztéseit versenyképesség növelő támogatással Debrecenben. Az MST Engineering Kft. És a Bumet Hungary Kft. Összesen több mint 1 milliárd forint értékű beruházást hajt végre a városban. A támogatói okiratok átadásán a külgazdasági és külügyminiszter azt mondta, a magyar gazdaságot csak a magyar emberek munkája teheti erőssé. Gépalkatrészeket gyártanak az MST Engineering Kft. Debreceni üzemében. Termékeik nagy részét exportálják. A most tervezett több mint 1,5 milliárd forintos fejlesztésük célja, hogy megőrizzék versenyképességüket a nemzetközi piacokon is, és a járvány okozta gazdasági helyzetben is megtartsák 80 dolgozójukat. A beruházási összeg felét kapta meg a kormánytól az MST. A versenyképesség növelő pályázat lehetőséget adott számunkra olyan innovatív 3D mérés technológiák, lemezmegmunkálógépek, illetve logisztikai és egyéb termelés kiszolgáló eszközök beszerzésére, amelyek használatával tovább tudjuk stabilizálni a pozíciónkat a piacon. A cég nem csak legyártja partnereik számára a megrendelt termékeket, de mérnöki szolgáltatást is nyújtanak. Vagyis a magasan hozzáadott értéket és a magyar tudást is tudják értékesíteni, mondta Kósa Lajos országgyűlési képviselő. Ha van valami, ami erősíteti a magyar gazdaságot, az ilyen típusú cégeknek a megerősödése és sokasodása. Úgyhogy én nagyon sok sikert kívánok Önöknek. Az, amit itt csinálnak, az kivételes. Az európai piacon sem könnyen elérhető.
A holland tulajdonú autóipari lemezalkatrészek és szerszámok készítésével foglalkozó Bumet Kft. Szintén versenyképesség növelő támogatással hajt végre több mint 500 millió forint értékű fejlesztést. Itt 150-en dolgoznak, a beruházás során a gyártási technológiát fejlesztik. A hozzáadott értéket tudjuk növelni. Itt született meg az a gondolat, hogy a felületkezelést meg tudjuk valósítani, a felületkezelés technológiáját úgymond be tudjuk vezetni. Azért mondhatjuk azt, hogy Debrecen környékén és Debrecenben ez egy egyedülálló, mindenképpen maga ez a technológia, amit bevezettünk. A magyar gazdasága a magyar emberek munkájától lesz erős, erről már a külgazdasági és külügyminiszter beszélt. Szijjártó Péter szerint ezért támogatja a kormány azokat a cégeket, akik a járvány okozta válságban is fejlesztenek, hogy megtartsák dolgozóikat és új munkahelyeket hozzanak létre. Országszerte 904 vállalat kötelezte el magát beruházások mellett. 155 ezer munkahelyet védenek meg 30 különböző iparágban, és ez összességében azt jelenti, hogy 425 milliárd forintnyi beruházás, 425 milliárd forintnyi beruházás jön létre a következő hónapokban. Hajdú-Bihar megyében 35 vállalat vesz részt a programban, amely során 16,5 milliárd forintos fejlesztést hajtanak végre, megőrizve ezzel 4100 munkahelyet. 33 Hajdú-Bihar megyei általános iskolás kapott laptopot ma a Debreceni Egyetemen. A fiatalok az országosan elindított Tanítsunk Magyarországért program résztvevői. A tavaly kezdődött program célja olyan diákok támogatása, akiknek a lakhelye távol esik a munka és továbbtanulási lehetőségektől. A gyerekeket évközben egyetemi hallgatók mentorálják. Országszerte 95-en jelezték a résztvevők közül, hogy megfelelő eszköz hiányában nem tudnak részt venni a digitális oktatásban. Ők vehették át ma Nyíregyházán, Miskolcon, Pécsen és Debrecenben az ajándékaikat. Debrecen zöld koronája a nagy erdő. Ez a mottója a Nagy Erdő Hete program sorozatnak, amelynek részeként ma konferenciát rendeztek a Debreceni Erdészet épületében. Ezen a szakemberek áttekintették a város tüdejének történetét, valamint a kezeléshez és a gazdálkodáshoz kapcsolódó legfontosabb kérdéseket. 1939. október 10-én a Nagyerdő északkeleti részén 31 hektárt védetté nyilvánítottak. Ez volt a Magyar Természetvédelmi Törzskönyv első tétele. A Nagyerdő hete kapcsán Mazsú János, a Debreceni Értéktár Bizottság elnöke arra hívta fel a figyelmet. Fontos, hogy beszéljünk róla, jobban megismerjük, és ahogy fogalmazott, visszagondoskodjuk, amit a Nagyerdő tesz velünk. A Nagyerdő egyszerre természeti környezet, csodálatos természeti adottság Debrecen számára. Más oldalon történeti hagyományaink, történetileg kialakult kultúránk, hagyománykultúránknak, közösségi emlékezetünknek a része. A Nagyerdő a debreceniség része, ez a város leginkább azért szerethető, mert itt van a Nagyerdő, fogalmazott Balázs Ákos. Az alpolgármester beszélt arról is, hogy a város belterületének 34%-át borítja erdő, ez kimagasló Magyarországon. Ezt szeretnék tovább növelni, ezért folytatják a faültetési programot. Az ősszel újabb 1000 fát szeretnénk elültetni Debrecenben, Tócopatak partján őshonos fákat ültetni, városszerte, város területén belül pedig 1000 darab fát elültetni, és még egy nagyon fontos dolog van, a szállópor koncentráció csökkentése érdekében ugye véderdősítést is tervezünk. Juhász Lajos, a Nyírerdő ZRT vezérigazgató helyettese arra hívta fel a figyelmet, hogy a Nagyerdő fenntartásában nagyon sok szervezet vesz részt. Előadásában arra is kitért, hogy mi a Nagyerdő fenntarthatóságának záloga. Csak akkor leszünk sikeresek, akár a természetvédelem, akár az erdőgazdálkodás, akár a városi turisztika, hogyha az arányokon nem változtatunk olyan képpen, hogy bármiféle sérülést okozzon a Nagyerdőnek. A Nagyerdő hete program részeként szombaton vezetett túrák, gyermekfoglalkozások, előadások várják az érdeklődőket. Bővebb információ a Debreceni Értéktár internetes oldalán található. Megérkezett az igazi ősz, ami fokozott figyelmet igényel az autósoktól. Az eső, a pára és a csúszós utak miatt csökken a látótávolság, és megnő a féktávolság. Debrecenben a felmérések szerint hetente 2-3 személyi sérüléssel járó ráfutásos baleset történik szeptemberben. A rendőrség azt kéri az autósoktól, hogy a megváltozott útviszonyokhoz alkalmazkodva vezessenek. Egyre gyakrabban járnak az ablaktörlők az autók szélvédői, az őszbe köszöntével.
Csúszósabbá válnak az utak, amik fokozott figyelmet igényelnek a gyakorlott sofőröktől is. A tanuló vezetőknek pedig új kihívást jelentenek. A fék távolságra is nagyon ügyelni kell, a kocsiktól tartott távolság is azért elég fontos. Mindenképpen egy kicsit, én még sose vezettem így esős időben, így kicsit félelemmel vágtam neki, de igazából, hogyha elég kellően koncentrálok, akkor így is jól lehet vezetni. A statisztikák szerint szeptemberben Debrecenben hetente 2-3 személy sérüléssel járó közlekedési baleset történik, úgynevezett ráfutásos baleset miatt. A párás ködös időben ugyanis csökken a látótávolság, a csúszós utak miatt pedig megnő a féktávolság. Ez fokozott figyelmet igényel, emellett azonban fontos az autó műszaki állapotának ellenőrzése is. Ha 7 fok alá csökken a napi középhőmérséklet, váltsunk át téli gumira, nézzük meg az ablakmosó folyadékokat, az ablakmosó tartályba cseréljük ki, és úgy, hogy engedjük le teljesen, mert ha úgy töltünk rá, akkor az nem fogja ugyanazt produkálni. Nézzük meg az ablaktörlő lapátokat, valamint az autóban a szellőző fűtőberendezést. Ebben az időszakban fokozott figyelemmel kell vezetni a gyalogátkelőhelyek, iskolák, buszmegállók környékén. De a szakemberek szerint veszélyt jelentenek az útra lehullott nedves falevelek is. Ilyenkor ősszel azokon a helyeken, ahol fák szegélyezik az utakat, a lehulló falevelek további csúszás veszélyt jelenthetnek. Adott esetben akár a fékezés nélküli kormányzásnál is megcsúszhat az autó, de a falevelek akkor is veszélyesek, amikor mondjuk fékeznünk kell. A rendőrség azt kéri az autósoktól, hogy az őszi időszakban haladjanak a megszokott útvonalakon és alacsonyabb sebességgel. Legyenek türelmesebbek, vezessenek óvatosabban, vigyázva ezzel saját maguk és mások biztonságára is. Újabb szintet lépett a Momentum a romániai helyhatósági választások kapcsán, miután nem magyar jelölteket támogatott, hanem román liberálisokat. Ezt mondta Pósán László, a Fidesz országgyűlési képviselője mai debreceni tájékoztatóján. Egy olyan párt, amelyik az emberek bizalmát szeretné elnyerni, nem engedheti meg magának, hogy a nemzetet és az együvé tartozást rombolja, hangsúlyozta Pósán László. A Fidesz politikusa azt mondta, a Momentum tette különösen megdöbbentő ebben a városban, hiszen a debrecenieknek élő kapcsolata van a határon túli magyarokkal, családi, baráti, gazdasági és kulturális értelemben. Éppen ezért elvárják a debreceni momentumosoktól, hogy amennyiben a magyarokért és a debreceniekért munkálkodnak, határolódjanak el a nemzetárulást elkövető pártjuktól. A Momentum eddigi fellépése, akár az olimpia megfúrása, akár már tavasszal a hasonló természetű politikai kiállás világosá tesz, hogy a Momentum az egy ügynökpárt, idegen érdekeket szolgál és nem magyar érdekeket. A járványhelyzethez igazodva a Csokonai Színház felkínálja minden bérletes nézőjének azt a lehetőséget, hogy a kötött bérleteket szabad bérletként használhassák. A bérletrendszer átalakításának célja, hogy a járvány idején is minden bérletesnek biztosítsák az ígért színházi élményeket. Akik élnek ezzel a lehetőséggel, a kiválasztott előadásokra jegyet kell foglalniuk a Víg Kamara Színházban, vagy október 1-től a jegymester.hu weboldalon. Akik nem szeretnék a bérletük szabad bérleti alakítását, vissza is válthatják. Elvesztette hazai veretlenségét a Deac jégkorong csapata. Hiába vezetett a záró játék részben 2 góllal Dávid Musziál együttese, végül a hosszabbításban alul maradt a Brassóval szemben. A debreceniek pénteken a Gyergyó ellen javíthatnak. A gól nélküli első 20 perc után a második játék részre felpörögtek az események. Jakub Izacki szerezte meg a vezetést a hazaiaknak, néhány perc múlva azonban Tomás Klempa egyenlített. A harmad végén Ján Dalecki ismét előnyhöz juttatta a debrecenieket. A záró felvonás elején Mazzag Dániel találatával pedig már 2 gólos volt a szervezeten játszó hazaiak előnye. Amikor ugye megszereztem a gólt, és 3-1-re el tudtunk menni, akkor egyáltalán nem tudtam volna eszembe azt, hogy innét ki fogunk kapni, mert nagyon játszottunk szerintem, annak ellenére, hogy nagyon durván játszottak, mi ebbe beleálltunk keményen. Ezt viszont nem igazán értékelték a játékvezetők, akik többször is kiállítással büntették a debrecenieket. A Brassó hamar kihasználta az emberelőnyöket, és bő 2 perc alatt ledolgozta a hátrányát.
3-3 után jöhetett a hosszabbítás, amit jobban bírtak a vendégek, és a mérkőzés végelőtt 20 másodperccel megszerezték a győztes találatot. 3-1-re vezettünk, de aztán megint rengeteg buta kiállítást hoztunk össze, mellyel visszahoztuk az ellenfelet a mérkőzésbe. Kihasználva a hibáinkat kiegyenlítettek, és végül behúzták a találkozót. Egy pontot azért így is szereztünk, de tanulnunk kell a hibáinkból és kijavítani őket, mondta a Deac vezetőedzője. A csapat rövid pihenő után pénteken a Gyergyó ellen bizonyíthat hazai égen. Hosszú várakozás után ismét hazai medencében láthatjuk a DVS-e vízilabdázóit. Az együttes csütörtök este a bombaerős Szolnokot fogadja a debreceni sportuszodában. Bár a mérkőzés egyértelmű esélyese a vendégcsapat, a debreceniek bíznak a tisztes helytállásban. Parádés megoldásokat és 22 gólt hozott a júliusi DVS-e Szolnok gála mérkőzés a Nagyerdei strand avatóján. A 11-11-re végződő találkozón a fiatal debreceni együttes bátran játszott az olimpiai és világbajnokokat felvonultató tiszapartiak ellen. Habár a mostani immár téttel bíró mérkőzés toronymagas esélyesei a vendégek, Miroslav Bain bízik a játékosai helytállásában. Arra kell készülni, hogy valamikor egy idol ellen vagy egy ilyen játékos ellen is játszani kell, szóval szerintem nekik ez egy csak, én az remélem, hogy ez neki csak egy plusz motiváció lesz, nem félelem. A szolnokiak erejét jól mutatja, hogy a hétvégén csupán 5 méteresekkel kaptak ki a Magyar Kupa döntőjében a világ egyik legerősebb csapata a Ferencváros ellen. Emellett a bajnokságban 2 győzelemmel a hátuk mögött érkeznek Debrecenbe, így a DVS-e játékosai félig már a következő Szeged elleni mérkőzésre koncentrálnak. Egy eléggé jó formában lévő csapat ellen fogunk vízbe ugrani. Azt gondolom, hogy nekünk most a cél az lehet, hogy felkészüljünk a Szeged elleni bajnoki fordulóra, ahol esélyünk van pontokat szerezni, és ahol szeretnénk is. A DVS-e Szolnok bajnokit csütörtök este 4:48-tól játsszák a debreceni sportuszodában. A mérkőzés alatt a lelátókon kötelező lesz a maszk viselése. A szerdai napszemlét látták, riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb holnap este 7-kor jelentkezünk. Viszontlátásra!